Kedves nézőink, 2 évvel ezelőtt kezdtük el azt a sorozatunkat, amit Domahidy László operaénekes bemutatására, életművének megmutatására szenteltünk, fiával, Domahidy László operaénekessel. Most ezeket a beszélgetéseket szeretnénk megmutatni az újabb kedves nézőknek, de érdemes még egyszer megnézni, tehát kezdjük az első résszel. Életművek. Ugye nézőink tudják, hogy ebben a műsorban tisztelgünk a nagy személyiségek, a tudás, a tehetség előtt, és számos érdekes művésszel ismerkedhettünk meg, így lesz ez most is. Talán az egész beszélgetés klúja az az, hogy akiről beszélünk, annak a fia itt ül a stúdióban. Az Életművek sorozatban Domahidy László operaénekesre emlékezünk, és mivel gazdag az élete, ez lesz a műsor első része, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Domahidy Lászlót. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és téged, Glória, és rögtön elnézést kérek, hogy tegeződni fogunk, de olyan régen ismerjük egymást, hogy nem is merem megmondani mióta. És hát talán a hangjából ítélve, ha valaki még soha nem látta volna, de ezt nem hiszem, arra is rájöttek, hogy kollégák vagyunk, operaénekes, és egyébként számos színpadi műben, dalműben láthattuk már. Úgyhogy ez így most egy nagyon érdekes és nagyon kedves, megható helyzet. És én arra kérnélek, hogy szedd elő minden emlékedet, egészen odáig, hogy onnan tudjunk kezdeni, amikor a te papád volt kisgyerek. Pontosan. Pontosan az én édesapám, Domahidy László, 40 évadot töltött el az operaházban 20 éves korától. Annak idején, ugye a mi családunk debreceni, tőzsgyökeres debreceni, és ő ott járt a piaristákhoz, iskolába, és hát meg kell mondanom ugye a hírekből és az ő elbeszéléseiből, hogy ő egy eléggé renitens gyerek volt. Egy borzasztó öntörvényű valaki. Tudnék, őt 2 dolog érdekelte, a sport és az éneklés. Ez a 2. Na most ő már gyermekkorában megtette azt, hogy az iskolába elment a különböző órákra, és ami nem érdekelte, egyszerűen felállt, és azt mondta, hogy csókolom, én megyek az énekórára, és elhúzott. Vagy azt mondta, hogy megyek, mert egy idő után ő úszott, evezett, sportolt, birkózott, szertornázott. Tehát inkább 2 lábbal az életben volt, nem a tudományok mezején. Pontosan. És már akkor feltűnt a tanárainak, hogy de hát szép hangja volt, meg hogy a zenéhez köze van, és hogy mivel elment mindig énekórára, hogy mit csinálott, és kiderült ugye a tanárok és a tanárikar részére, hogy Hortempisz Erzsébetnél tanul Debrecenben, ő akkoriban egy nagyon nagy nevű és nagyon híres énekmesternő volt, aki aztán később a Zeneakadémián is tanított, és apu már 10 éves korában hozzájárt rendszeresen. Tudatosan tudta, hogy neki... Igen. Vagy csak szerette? Szerette csinálni. Szerette csinálni, őt az iskolában rendszeresen megkérték, hogy a különböző iskolai összejöveteleken, mondjuk így, hogy bulikon, évfordulókon énekeljen. De hát kérdezték, hogy mit tud. Azt mondta, hogy bármit. Mondják meg, mit énekelek, és akkor majd azt énekelem. És itt a népzenétől kezdve az akkori közkedvelt dalokon keresztül mindenfélét, és ennél a bizonyos Hortempisz Erzsébetnél nagyon sokan tanultak még énekelni. Hölgyek, fiúk, lányok, ugye? És az ő csoporttársa volt például Mátyás Mária, aki Kossuth Díjas, stb. Gencsi Sári, aki hatalmas karriert futott, Hankis Ilona, aki hatalmas karriert futott, és egy idő milyen után... Milyen véletlen, hogy ezek a nagyságok együtt lehettek. Együtt lehettek, sőt, ezeken a bizonyos iskolai bulikon
zongora kíséret volt, és azt Újfalusi József, későbbi dr. Újfalusi József, aki a Zeneakadémia dékánja, rektora lett, és később engem vizsgáztatott a Zeneakadémián, ő kísérte aput és többieket is. És ez egy nagyon-nagyon sűrű zenei élet volt, amit ottan a Gencsi Sáriék is és a többiek is mindig-mindig generáltak, és partnerül mindig aput választották, mert ő neki volt egy kiállása, ő ezt csinálta, és mindent tudott. Azt mondd meg nekem, hogy mondjuk 10-12 évesen milyen színű volt akkor a hangja? Ez egy nagyon érdekes dolog. Az, hogy ő szeretett énekelni, az egy dolog, mert valószínű érezte, hogy valami ott mocorog, valamit tud. Arról én tudok beszámolni, hogy én bár nem vettem észre, hogy nekem milyen hangom van, de annak idején, amikor az iskolába, a zene általános iskolába jártam, az volt az érdekes, hogy a bicíniumokat, Kodály bicíniumokat, meg később a tricíniákat, azokat mindig úgy énekeltették velünk, hogy én mindig az alsó szólam voltam. És én ki voltam kelve magam, hogy mi az, hogy az alsó szólam, ott a dallam az ott fent van, hadd énekeljem azt. És mindig azt mondtam, hogy nem, te csak énekeld az alját. Valószínű egyszerűen azért, mert ők már, mint tanárok, pontosan tudták, hogy itt tehát nálam, a gyerek is már predesztinálva van. Lehetett. Uh-huh. Apunál is így lehetett. És végül is aztán később, amikor már az újfalusi tanár úr, én azt mondom, az ő csoporttársuk, évfolyamtársuk, Újfalusi Jóska bácsi már egy kicsit fentebb lépett, és ő már a zenetudománnyal kezdett foglalkozni, akkor viszont a zongora kíséret helyét átvette az én anyukám, aki akkor még bőven nem volt az anyukám, hanem mivel apu a piaristákhoz járt fiúiskolába. Ott volt a debreceni Kossuth utcában a nagyon híres Dóci leánynevelő. A Dóci leánynevelő arról híres, hogy például az én anyukámnak az osztálytársa és nagyon jó barátnője Szabó Magda volt, és a két Magda, ők állandóan sülve-főve együtt voltak, és ebben a Dóci leánygimnáziumban, leánynevelőben játszódik az Abigail. Ezt így írta meg Szabó Magda, és gyakorlatilag az anyukám is egy állandó szereplő, és egy élő szereplője az Abigailnek. És szegény édesanyám, amikor 2 évvel ezelőtt meghalt, akkor az újságokban, meg a Óbuda környékén, ahol most lakunk, úgy búcsúztatták, hogy az Abigail még egyetlen élő tanúja ment el utoljára. Hát, hogy milyen érdekes az élet. És akkor mi volt a családban? Ezek szerint akkor még azért nem volt olyan nagyon divat örülni, hogy ó, énekes lesz majd a fiamból. Bizony nem. Bizony nem. Tudnék, apai ágról a családunk nagyon érdekes és különleges utat járt be, de ugyanúgy, mint anyai ágról. Ők Erdélyből, mind a két család Erdélyből, illetve az édesapám családja Felvidékről származik, és az én ők nagyapám, vagy ők nagyapám egyetlen este alatt elkártyázta a teljes vagyonát, vagy vagyonukat, mert nekik, ők vitéz, stb. Domahidiek voltak, és voltak kúriáik, kastélyaik, embereik, akik ott dolgoztak, stb. Tehát egy nagy gazdaságok. És ugye hát akkoriban egyfolytában kártyáztak, és egyetlen este alatt, úgy, ahogy volt az egészet, nekik el kellett jönni Tyukod és környékéről. Ez a Tyukod, ez majd nem sokára újra belekerül ebbe a mi életrajzunkba, és majd elmondom, hogy miért és hogyan. Na, nagyon érdekes. És ők letelepedtek Debrecenbe. Az én édesanyámék családja is, ők Szilágysomlyóról származnak, és nekik is, mivel felsőrendi háziak voltak, így gyakorlatilag nekik ott kastélyaik voltak, földjük volt ugyanúgy, csak hogy ők nem kártyázták el. És amikor az ottani viszonyok az 1910-es években úgy hozták,
hogy az ottaniak, nevezzük meg, a romániai viszonyok úgy alakultak, hogy a magyarokat egyfolytában nyomták lehetetlenné tették, és akkor az én anyai nagyszüleim azt mondták, hogy na hagyjuk itt ezt a területet, bár ott van minden, de áttelepedtek Debrecenbe. Uh-huh. És végül is, ugye édesanyám már ott született, ott volt gyerek, ott járt a Dóczi leánynevelőben, és ott ismerkedett össze édesapámmal, ami egy pár zongora kísérés után szerelemmé változott, majd később ők össze is házasodtak. Ám de 1943-ban megvolt az esküvő, az apukám végezte az iskoláit, és előtte 1940-ben, tehát apu 20 éves volt, amikor Kolozsvárról, a Kolozsvári Operaház, amely egybe volt a Budapesti Operaházzal, tehát azt akkor úgy hívták, hogy Magyar Királyi Operaház, aminek ugyanúgy, mint most volt, az Andrássy úton egy székháza volt, mondjuk az Erkel Színház, csak akkor volt az Andrássy út, és volt Kolozsvár. Aha. Volt Kolozsvár, és abban az időben a kolozsvári társulat jobban működött, mint a pesti. Annak a vezetője és ő igazgató, főzene igazgatója Vaszi Viktor volt, aki nagyon híres karmester, és aki eljött Debrecenbe meghallgatni, hogy a Hortempis Erzsébet kiket nevelt. Pillanatok alatt kiválasztotta Mátyás Máriát, kiválasztotta az apukámat, és már is vitte. 20 évesen az én apukám a Kolozsvári Operaház tagja lett. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból, és akkor nem is volt katona? Ez még ezután jön. Ezután jön. Tudnélék, hála Istennek, végre nem kellett a matematika órákra, a földrajzra, az ilyenre, az olyanra járnia, hanem végre énekelhetett, végre tanulhatott, és azt, amit ő szeret.
És rögtön az első évadoktól kezdve nagyszerű szerepeket kapott, a Traviata, Granville doktorát, az Ajda fáraóját, stb. És ott nagyon jó barátságba keveredett Farkas Ferenccel, a zeneszerzővel. Farkas Ferenc volt akkoriban Vaszi Viktor jobb keze, mondjuk úgy, tehát a betanító korrepetitor, aki akkor zongorázott, és bizonyos előadásokat Farkas Feri bácsi vezényelt. Farkas Ferenc és apu barátsága az odáig fejlődött, hogy egy idő után Farkas Feri bácsi darabokat írt a Csínom Palkóban, a Tyúkodi pajtást, és itt jön elő Tyúkod, a Tyúkodi pajtást, te vagy a legény, Tyúkodi pajtás. Ebből ő a Tyúkodi pajtásból egy szerepet írt apunak, ami úgy rá volt öntve az ő habitusára, az ő formájára, és nagyon sok próza volt benne, mert, mint kiderült, prózát nagyon jól tudott mondani az apukám, és ő borzasztóan utálta azokat az operaénekeseket, akik operaénekes módjára kijönnek, énekelnek, meghajlanak, kis rőköny, nagy rőköny, elmennek, és kész. És ennyi. És azt tehát mindegy... benne volt színészi véna abszolút. Is. Abszolút. És mi ezt mindig utólag azt mondtuk, hogy ha aput nem, mint operaénekest ismerik, akkor prózai színészként is megállta volna a helyét. De csak hál' éppen, Istennek de volt az isteni volt. Adottság. És hát aztán kiderült, hogy őt mindig úgy hívták, hogy a hang nagy birtokos, mert bizony aztán abból a sportos, evezős, szertornázós alkatból lett egy 130-140 kilós nagy darab ember, aki az opera színpadon egyszerűen fantasztikus módon tudott mozogni és figurákat előhozni. És ez már ugye megnyilatkozott ott Erdélyben is, illetve hát Kolozsvárott, és a Kolozsvári Színháznál. És ott egy-két évadot eltöltött, és jött a háború, amit az előbb mondtál. És őt bizony elvitték, és nem akárhová, hanem rögtön első vonalba. Nem csak őt, hanem a Kolozsvári Operából, meg a Debreceni Színházból is művészeket, énekeseket, színészeket, versmondókat. Ami egy kicsit kevéssé érthető, hisz pont a művészember nem egy harcos típus. Létszám kellett, valószínű. Létszám kellett, nagyon sok. És bizony ott ők az első vonalban puskával szaladgáltak, és akkor írta az anyukámnak a leveleket, hogy bizony XY itt mellette halt meg, és hogy itt meg ott csapódnak be ám a lövedékek, meg robbantanak, meg stb. És minden egyes levélben úgy búcsúzott, hogy lehet, hogy ez az utolsó levelem. Édes Istenem. Igen. Szóval borzasztó volt, de itt már megint jön az apukámnak az izgő mozgó volta, mert az orosz fronton ő pontosan tudta, hogy énekléssel valahogy úgy ki tudja dugni a fejét. És ő összeszedte a színészeket, a többi énekeseket, operetténekeseket, stb. És azt mondták, hogy csináljunk műsoros esteket. Csináljunk különböző olyan műsorokat, amivel egy kicsit felhívjuk magunkra a figyelmet a saját magyar bajtársaink környékén és az orosz vezetőség irányába is. És az orosz vezetőség akkoriban már ott a teljes főnökség, tehát Vorosilov, meg ilyenek mentek az előadás, és azt mondták, hogy basszista. Ugye hát az orosz zeneirodalom tele van a mély hangokra írt szerepekkel a Boris Godunovban, a Havanscsinában, a teljes Csajkovszki övül, szóval elképesztő, hogy ott egy basszistának azért rangja van. És az apukám valószínűleg ezt tudta, és így mindig kiemelték őt is, és a többieket is, és aztán szép lassan a fronttal együtt jöttek Magyarország felé, és ugye hát a front a Záhony környékén volt, és jöttek be, és ott van Debrecen. És hát az apukámat hazahozták.
egyszerűen hazahozták, és nem véletlen, hogy a Vorosi lovék vezetésével és a többi nagy orosz vezetéssel ugye Debrecenben alakult meg a magyar ideiglenes kormány. Uh-huh. Ahová aztán természetes volt, hogy az apukámot hívták, és kellett énekelniük, és az Aranybika szállónak a nagy termébe és az akkor még nem Bartók terembe, a Bartók teremben majd később nevezték, ugye el, ott voltak hangversenyek és előadások, és így gyakorlatilag később mi ezt úgy mondtuk, hogy ki énekelte magát a frontról, és ki énekelte magát a második világháborúból. Úgyhogy ez egy nagy dolog volt a család részére, és ugye 43-ban ők összeházasodtak még anyukámmal. Mert ők közben rendszeresen találkoztak, vagy mi volt? Egy kicsit a szerelmi vonalat is érintsük. Igen, tudnilik, ugye ez 20 éves korában apu tehát, hogy Kolozsvárra került, onnan a Debrecen mondjuk úgy, hogy közel volt. És amikor apu nem játszott, vagy nem énekelt, akkor hazajött. Tehát onnan rendszeres, nem tudom, vonatjárat, buszjárat, a busz valószínű nem, de vonat mindig volt, és ő rendszeresen hazajött. És itthon, ugye akkor már bőven háború volt. Az apai nagyszüleimek kibombázták. Tele vagyunk sztorival. Ugye az anyai nagyapám viszont egy 90-valahány éves idős ősz ember volt, ilyen szálfa, egyenes, hatalmas, ilyen fehér hajkoronával és nagy szakállal, és amikor az oroszok bejöttek, akkor nekünk ez a debreceni tipikus úgynevezett cívis házunk volt, ez a cívis stílusú ház, tehát hogy hatalmas nagy kapu, mellette a lakószárnyak, van egy óriási udvar befele, jobbra a kiszolgáló helyiségek, konyha, stb. Spájz, bal oldalon a lakóhelyiség, és középen egy nagy udvar. És amikor az oroszok jöttek, akkor a 90-valahány éves nagypapát kiültették oda. És jöttek az oroszok, és kicsapták a hatalmas kaput, és azt mondták, hogy na ez itt, ez a ház, ez most mit tudom, ilyen rekviráljuk, vagy hogy hívják, és itt majd valamilyen, nem tudom, raktár lesz, majd ilyen meg olyan raktár. És hirtelen meglátták a nagy szakálló időst, és pillanatok alatt leborultak, és kereszteket vettek, mert azt hitték, hogy pópa, és mondták, hogy pópa, pópa, aha. És akkor ott énekeltek szent énekeket, és az anyukám még nem tudtak hova lenni, hogy na most baj van, vagy ez mi? És oda állítottak egy őrt mellé, mert hát azért az az orosz front nem csak ilyen vidám volt, hanem ott erőszakolások és kirablások és mindenféle volt, de minket emiatt, vagy legalábbis a nagypapa miatt ez úgy, ahogy elkerült. És ez már megint valami csoda dolog volt, igen, mert közben ugye jött a Malenki robot. Jött a Malenki robot, és az anyukám ugye ide-oda járkált, és hát fiatal lányként, és a Malenki robotra úgy vitték el az embereket, hogy csak mentek az utca, és azt mondták, hogy te, meg de, igen, állj be a sorba. Kicsi Malenki. Így van, állj be a sorba, és kész. És megyünk. És az anyukámat beállították, és vitték, tudtuk, hogy ez április 4 útja felé, akkor nem tudom, hogy hívták, később április 4 útjának hívták, amellett laktunk, és ez az orosz őr, akit odaállítottak a nagypapa mellé, mondta, hogy de hát Magda, ő mindig úgy mondta, hogy Magda, mert Magda, ugye Magda, hol van Magda? És akkor mondták, hogy hát őt elvitték, és ő rohant utána, és már az országúton voltak, amikor ő odament a puskába, és szólt a másik orosznak, hogy őt nem lehet elvinni, mert ő a nem tudom én milyen raktárnak a tulajdonosa, és neki otthon kell lenni. Édes Istenem, kell egy kis szerencse az élethez. Ugye? Szóval elképesztő volt, mondjuk ez hátborzongató, hogy lehet, hogyha 10 perccel, egy órával később
hallja meg ez az orosz katona a hírt, akkor lehet, hogy őket már bevagonírozzák, és meg elmennek. Szóval, na, és ugye akkor pont az apukám nem volt otthon, mert éppen már a fronton volt, meg stb. Szóval ő nem is tudott ezekről a dolgokról, nem is hallott. Úgyhogy talán jobb is. Talán jobb is. És akkor mikor volt a nagy elszánás, hogy összeházasodnak? Ez 43-ban volt még. 43-ban, amikor az apukámnak a karrierje már elindult, már tudták, hogy őt el fogják vinni, és akkor így gyorsan összeházasodtak Debrecenben. Nagyon szép esküvő volt, és nem sokkal később őt már is vitték el. Úgyhogy hát aztán ugye a háború évei jöttek, és már a keleti front felől kezdett felszabadulni az ország, és akkor, hogy hazahozták aput, ilyen szempontból egy picikét megnyugvás volt. Na de hát ugye a ház az romokba, a környék romokban, stb. És a kolozsvári operaház is romokban volt, és azt mondták, hogy itt meg kell várni, amíg majd újjáépítik, amíg összeszedik megint az énekeseket, mert hiszen egy csomóan meghaltak, meg eltűntek, azt se tudják, hogy hol vannak. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves nézőink, ugye, hogy milyen érdekes egy kicsit visszaemlékezni. Én arra kérnélek, hogy melyik dallal búcsúzunk apukától ebből a részből, mert most nem várjuk meg, hogy te egyáltalán megszülessél. Igen, én még ekkor nem születtem meg, még éppen csak tervben sem voltam, de azt hiszem, hogy mivel ez a nagyon jó barátság és ismerettség a korrepetitorral, majd később a karmesterrel, Farkas Ferenccel hozta a Chinon Palco című operát, daljátékot, és ezt az olyan szerepet, a Tyukodi Pajtás szerepet, amely édesapámat elkísérte egész pályája során, ebből hallgassunk meg egy apró részletet. Köszönöm szépen, Laci. Én köszönöm szépen. Thank you.